Jó reggelt mindenkinek! Az utóbbi napokban rengeteg kérdést kaptam, hogy mi az, hogy erre a csatornára ennyi tartalom kerül fel, és hogy vajon a szertárt teljesen hanyagolom-e. Kezdem az utóbbival, nem szűnik meg a szertár, olyannyira nem, hogy éppen most fejeztem be egy kísérlet felvételét, ezt ma megvágom, és vagy még ma, vagy holnap fel is kerül a csatornára. Egyébként azt nézem meg, hogy vajon a mágnes hogyan hat a paradicsomra, bár úgy hat, hogy ez alapján akár nem is paradicsomnak, hanem diaicsomnak kéne hívni. Na mindegy, aki értette, értette, aki nem, nézze meg azt a videót, és szerintem onnantól kezdve tiszta lesz. Szóval egy a lényeg, nem, a szertár nem szűnik meg. Egyébként kár is lenne így közel 10 év után bedarálni. Egyszerűen arról van szó, hogy azt a csatornát kizárólag a kísérleteknek, pontosabban a tudományos jelenségek demonstrációinak tartom fenn. A hangsúlyt a jövőben sokkal inkább erre a csatornára helyezem, mert hogy ez sokkal nagyobb teret ad arra, hogy más témákkal is foglalkozhassak. Nem, természetesen nem lesznek mémelemzések, nem lesz napi, ma sem csináltam semmit vlog, de még az épp aktuális citrombenzines vödör kihívás sem. Lesznek viszont olyan témák, amelyekkel amúgy is foglalkozom, akár a munkáim, akár pedig a puszta érdeklődésem kapcsán. Főként persze tudományos ismeretterjesztő tartalom, meg ami kapcsolódik. Hát nagyjából azok, mint amiket az elmúlt 2-3 hétben láttatok itt kísérleti jelleggel. A videókhoz tehát igyekszem 4-5 perc alatt tartani, azért, hogyha reggel kómásan felkeltek, még úgy is emészthető legyen, vagy ha a hétvégén egyben néznétek meg az egészet, még úgy is fogyasztható maradjon a mennyiség. Mostanra begyakoroltam ennek a formátumnak a workflow-ját, úgyhogy ha nem is ígérem, hogy minden áldott nap, de a legtöbb hétköznap reggel 7-kor ott lesz kint egy videó. A javaslatokat persze tőletek is várom, úgyhogy hajrá odalent a kommentekkel, és persze, ha kérdésetek van, azok közül is szemezgethetek. Feliratkozni itt tudtok, legyen szép napotok, sziasztok!